Ezekkel az új nyílászárókkal vagy konyhabútorokkal nem lesz gondja az ide költözőknek. Sokan keresik az új lakásokat ezekért az előnyökért is. Még úgy is, hogy az áruk egyre emelkedik, néha a meghirdetésük után is. A tulajdonos azt látja, hogy egyre több az érdeklődő az adott áron megkérdezett ingatlan iránt, akkor ő egészen addig tudja emelni az árakat, amíg marad egy olyan levő, aki ténylegesen kifizeti. Nem csak az árak, hanem az építési engedélyek száma is az egekbe szökött. Idén már háromszor annyit adta ki szeptemberig, mint 2015-ben. Az elkészült új lakásokból is több lett, duplája a két évvel ezelőttinek. Az emelkedés a szakértők szerint nem csak a keresletnek, hanem annak is köszönhető, hogy tavaly évele óta, aki új lakást vesz, az általános 27%-os áfa helyett csak 5%-ot fizet, ám csak 2019 végéig. Egyenről a kormány az talán nincs olyan javaslat, amelyik azzal foglalkozna, hogy ennek a határidőnek a kitolását lehetővé tegyük. Emiatt várhatóan drágulás jön, így a kivitelezők nem kockáztatnak, inkább nem építenek. Ezt mondták a magyarul való című műsorban a szakértők. A vásárlóerő nem tudja követni egy ilyenfajta diemenést, tehát itt lesz egy olyan piaci sok, amit, amit amit valószínűleg a piac teljes leállással fog rá reagálni. Ám már azelőtt, vagyis a jövő év végétől csökkenni fog a kínálat. Az azt jelenti, hogy aki a következő három évben szeretne új lakást vásárolni, az jobban teszi, hogyha ezt ma kezdi el, és két-három hónapon belül valósítja meg, mert akkor még kínálatból vásárolhat, nem kell spekulálni arra, hogy most fölfelé lefelé mennek az árak. A szakértők azt mondták, a kormánynak mielőbb döntenie kell a 2020 utáni áfa mértékéről, mert csak így tudnak előre tervezni a vállalkozók.